ünnepi műsorral kezdődött II. Rákóczi Ferenc szobrának avató ünnepsége. A település névadóját mindig is nagy tiszteletben tartották a rákóczi falviak, így most régi álmuk teljesült, hogy elkészülhetett az egész alakos szobor, mely Kligl Sándor szobrászművész alkotása, mondta köszöntő beszédében Kósa Lajos. A település polgármestere hangsúlyozta, a magyar történelem egyik legnagyobb alakjának állítottak most emléket, aki mindig a közösség és soha nem a saját érdekeit tartotta szem előtt. Rákóczi Ferenc fejedelem a nemzet összetartozásának máig vitathatatlan jelképe, a kiváló államférfi európai műveltségének köszönhetően hatalmas szellemi örökséget és politikai testamentumot hagyott ránk. Kiterjedt családi és politikai kapcsolatokkal rendelkezett. A Magyarországgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította, Gyulafehérvárot erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából, írta levelében Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, az esemény fővédnöke. Rákóczi jelmondata, Istennel, a hazáért és a szabadságért ma is fontos üzenettel bír számunkra. Arra hívja fel figyelmünket, hogy ma sem engedhetünk kivívott értékeinkből, ezer éves keresztény kultúránkból, áll a levélben. A fejedelem példa és mérce kell, hogy legyen mindannyiunknak, mondta dr. Túróczi Imre, aki a szolnoki önkormányzat nevében szólt az egybegyűltekhez. Úgy gondolom, érezhetjük a közösség erejét ezekben a mozzanatokban, és azt is hadd mondjam el, hogy egy lépéssel közelebb léptünk az, amit polgármester úr mondott, hogy egy európai szintű kisváros lehessen Rákóczi falva. Az ünnepségen átadták a Rákóczi falváért díjat dr. Bene Ildikónak, a megyei kórház vezetőjének, aki korábban 8 éven keresztül országgyűlési képviselőként segítette a települést. Nagyon sokat voltam itt, nagyon szerettem ide jönni, mint ahogy a többi településemhez is nagyon kötöttem, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett, és nagyon meghatottan állok itt, és azt gondolom, hogy semmi más nem tettem, mint a településen élőkkel együtt dolgoztam. A város főterén felavatott szobor helyén korábban a fejedelem fejszobra állt, melyet most a városháza fogadó termében állítottak ki.